Nagy szeretettel köszöntöm titeket is újra, és azokat, akik majd online hallgatnak minket. És uh, mielőtt tovább megyünk, nagyon erőteljesen feljött bennem az a kép, uh, amit szeretném most bennetek megerősíteni. Egy, uh, ez, egy, ez egy hitbeli dolog, de erre kell, hogy legyen látásotok. És Izrael számtalanszor került olyan helyzetbe, amikor összefogtak népek ellene. Amikor nem az történt, hogy valamelyik nép, akinek valamilyen baja volt izrael az, az, kivonult és egy egyben megharcolta volna a problémát, megharcolta volna a harcát izrael hanem összeszövetkeztek mindenhonnan körülötte a népek, és összefogva elkezdték befenyíteni és megfenyegetni Izraelt. És hát azért akkor a népek voltak körülötte, hogy amikor ez teljes összefogásban megtörtént, akkor Izrael tulajdonképpen teljesen esélytelen volt. Hát most gondoljátok el, hogyha mondjuk Magyarországnak az összes körülötte lévő nép összefogna, és ennél ráadásul a dominánsabb népek is voltak, és egységesen elkezdene fenyegetni és össze egységesíteni a haderejét, hogy Magyarország ellen vonuljon. Tehát jó néhány ilyen nagyon kritikus pont volt Izraelnek az életében, és tudjátok, Isten volt, hogy csak azt mondta, hogy csak kezdjétek el Istent imádni, kezdjétek el Istent áldani, és amíg teszitek, én kimegyek az angyalommal, és összezavarom őket, és egymás ellen fognak ugrani. És tudjátok, vannak olyan helyzetek az életünkben is, amikor azt érzed, hogy minden körülötted lévő dolog összeesküdött ellened. Minden a családi dolgok, a munkahelyi dolgok, az egzisztenciális dolgok, az egészség, minden terület, mintha összeesküdött volna körülötted. És az Istennek ezekre a kiszolgáltatott helyzetekre, az Isten utálja az igazságtalanságot. És te, az ő fia, az igazság, az az örökséged is. És amikor te elkezded dicsérni őt, elkezded magasztalni őt, és egyúton elkezded az igazságot követelni az életedben, akkor az Isten kimegy, és elküldi egy angyalát, és az ellenségeidet összezavarja, és el fognak menekülni. És én akarom, hogy ez a képez beleégjen a szívetekbe, hogy az Istennek megvan a hatalma arra, hogy minden olyan dolgot, ami összeesküdött ellened, azt összezavarja, amíg te őt dicséted, amíg te őt áldod. Hiszed ezt? Ez egy nagyon fontos dolog, hogy beleégjen ez a tudatodba, és Izraelnek ilyenkor nem az volt a dolga, hogy elkezdjen az összes létező fegyverkezési eszközét elővenni, és egy felvonulni egy szinte lehetetlen háborúban, hanem Izraelnek az volt a dolga, hogy az egyetlen király elé menjen, aki az igazság, aki az igazságosság. És tudta Izrael az, hogyha ők az igazságosság Istenéhez mennek, akkor Isten igazságot fog szolgáltatni. És számtalan ilyen történet volt, hogy a legnagyobb összefogások el se jutottak Izrael földjére, mert már azelőtt az Isten angyalával egyszerűen elpusztította ezeket, összezavart őket, egymás ellen ugrottak, és utána elmenekültek. Ö, és ez nagyon-nagyon, ez, ez nem egyszer fordult elő Izraelnél, ez nagyon-nagyon sokszor, ez Dávid életében, és utána a királyok életében rendszeresen előfordult ez, és ez nagyon fontos, hogy Izrael a harcát, azt nem mindig kardal vívta hanem nagyon sokszor imával vívta, nagyon sokszor azzal vívta, hogy az igazságosság király elé ment. És az Isten harcolta meg azt az életükben. Úgy akarom, hogy ezzel, ezzel, még így bennem volt, hogy ezzel a titeket, hogy nem mindig az eszközeiddel kell harcolni, hanem van, amikor az igazságosság Istenéhez kell menni. És ő az igazságot fog szolgáltatni abban a helyzetben, és az ellenségeid el fognak menekülni. Ahány helyről jöttek, annyi fele fognak menekülni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, és el kezdeni most egy nagyon fontos témát. Amire gyorsan imádkozok egyet, és utána bele is kezdünk. Mennyi Atyám, most így jövök eléd, és nagyon köszönöm, Atyám, minden ö, 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 olyan kijelentést, amit adtál nekünk, adtál a gyülekezetnek, és adtál mindenkinek, aki nézi most ezt az ezt a alkalmat. És hogyha én most azért imádkozok, hogy atyám, te látod, hogy milyen stratégiai kijelentés van az utolsó időkben az atyaság és a fiúságnak a helyreállításában. Te látod, Istenem, hogy mennyire meghatározó ez a kérdés, és mennyire stratégiai üzenet a mi életünkben ez. Atyám, most azért imádkozok, hogy kérlek, Istenem, hogy most a mi gondolkozásunkat az újítsad meg teljesen, hogy tudjunk, tudjunk a, azzal az atya-fiúi gondolkozással, működni a mi családainkban, ami mi szellemi családunkban, és a veled való kapcsolatunkban, amit te bemutattál a, a, a pátriárkákon keresztül, a Jézussal való kapcsolatodban, és a mai napig, amit akarsz helyreállítani ö, ö, ebben a generációban. Kérlek, Istenem, hogy nyisd ki erre a szemünket, és adjad, Atyám, hogy éles kijelentéseket tudjunk ma venni tőled és a te ígédből. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Na, hát bele is kezdünk ebbe a témába. Ezt a témát nagyjából szerintem kettő évvel ezelőtt kezdte el az Isten pedzegetni, de éreztem, hogy még nem jött el az ideje, hogy beszéljek erről, és érzem, hogy most jött el ennek az ideje, hogy ezt a sorozatot elkezdjük. Ez a sorozat ez három vagy négy részből fog állni, az utolsó, utolsó rész az lehet, hogy ketté fog válni, azt majd meglátjuk. Én elsőnek is szeretnék most egy látásmegosztást uh, arról, hogy mit jelent az atyaság és a fiúságnak a helyreállítása az életünkben. Ezt három síkon fogjuk értelmezni, és én amikor az atyaságról beszélek, akkor ezen a három síkon értelmezdez, kérlek, az egyik a fizikai szüleid, de való viszonyod, és az ott történő atyaság, ami a fizikai szinten valósul meg. A másik a földön kirendelt atyai szolgálókat a te életedben, a szellemi újjászületésedkor is kapsz ö, atyákat, a gyülekezetedben kapsz előjárókat, akik atyai módon tudnak jelen lenni az életedben. Ö, ez a második szint, és a harmadik szint az pedig a mennyei atyával való kapcsolat, és a mennyei atyában az atya fiúsági kapcsolat. Úgyhogy ebben a, ezen a három szinten fogjuk most értelmezni, és az első alkalmon, a mostani alkalmon én ennek a látásáról beszeretnék beszélni, hogy miért nagyon-nagyon meghatározó és nagyon-nagyon stratégiai kérdés ma a mai generációknak, hogy ezt most megértsék, és hogy az életüket, a gondolkozásukat beállítsák az ige szerint, és miért profétikus ez az üzenet ma, mert ez ma egy profétikus üzenet lesz. A másik alkalommal, a következő alkalommal, ez nem jövő héten lesz, a jövő héten én nem leszek, akkor a dicsőítésről lesz szó, amit Melindáig fognak vezetni, vagy Melinda fogja vezetni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon erőteljes üzenetrel készülnek már egy jó ideje, hanem azutáni héten fog édesapám jönni, Söveges Imre, aki az atyai oldalról fog beszélni, hogy mit jelent atyának lenni, milyen az atyaság, és az atyának hogyan kell a fiakhoz viszonyulni. Egy nagyon fontos dolog. Mindannyiunk leszünk fiak, és atyák szerepében is mindannyiunknak meg lesznek ezek a felelősségei, ezért nagyon fontos az, hogy az atyák, atyai oldalt megértsük, és az atyák hogyan viszonyuljanak a fiakhoz, és utána pedig én fogok beszélni uh, három vagy négy hét múlva, már nem is tudom, három hét múlva, a, a fiak oldaláról, hogy a fiak hogyan kell az atyákhoz viszonyuljanak, és mik azok az alapvetések, amiket meg kell érteni, és amit, hogyha ha, ha elvétenek, akkor ki fognak esni egy olyan, Generációs mederből, egy olyan generációs áldás mederből, ami az életük minden területére kifoghatni, és aminek meggyőződésem szerint a mi generációnk a legnagyobb kárvallótja annak, hogy levált az atyai kapcsolódásról, és, és árvákká, szellemi árvákká lettek, és ennek minden tünete ma ott van a generációnkon. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon stratégiai pont, ez lesz a harmadik, és ez a, ez a részhez lehet, hogy ketté fog még két üzenetre válni, ezt majd meglátjuk. Na de, most. Ami a mostani téma, ez az, hogy ennek a látását és ezt az üzenetet, aminek a fő igéje a malakiási íge lesz, az Ószövetség legutolsó igéje. Az Ószövetség legutolsó kijelentése, ez nem véletlen van így, hogy ezzel az igével engedett, engedte útjára az Isten az Új Szövetséget. Ennek is már fontos üzenete van. Lukáccsal kezdeném. Jézus azt mondja, az utolsó időkről kezd el beszélni, és azt mondja, hogy az utolsó időkben jellemző lesz az, hogy Lukács ezt mond, Lukácsban ezt mondja, hogy elárulnak pedig titeket a szülők és a testvérek is, rokonok és barátok is, megölnek némelyeket ti közületek, máshol gyermekek szülők ellen, máshol pedig ezt az gyermekek szülők ellen és szülők gyermekek ellen fognak fordulni. Az utolsó időknek az egyik legkomolyabb törésvonala, amit a sátán készít, és ezt nagyon erőteljesen az én és az fölöttem lévő generációban nagyon erőteljesen kezdi el, kezdte ezt megalapozni, hogy létrehoz a társadalomban egy törésvonalat az atyák és a fiak között. A szülők és a gyermekek között, a szellemi atyák és a szellemi fiak között, és ettől Ebből fakadóan, vagy az abból fakadóan, az a mennyei atya és a, és a egy gyermekek között egyaránt. Létrehoz egy törésvonal, és az utolsó időkben egy olyan törés vonal fog létrejönni, ahol a fiak már nem tudnak kapcsolódni az atyákhoz, és az atyák nem tudnak kapcsolódni a fiakhoz. És ez a törésvonal egy olyan, egy olyan fajta vonulatot fog elindítani a világban, és ennek egyébként már nagyon sok jelét látjuk ma, hogy elindul egy ellenségeskedés. A fiak fellázadnak, a fiak elkezdenek mindenfajta tekintély ellen menni, mindenfajta szülői, majd tanári, majd, majd ez persze megjelenik az egyházban a pásztori tekintély ellen, és ugyanezt a tekintélyt egy ponton az atyában sem fogják tudni elfogadni, Uh, ugye ma már ezt nagyon-nagyon látjuk, hogy a Biblia a tekintéje az már egy ilyen, uh, ilyen svédasztalos tekintély, hogy megválogatjuk, hogy ezt elfogadjuk belőle, ezt nem fogadjuk el belőle. Az új szövetségnek azt a részét, ahol az Isten szeretetéről beszél, azt elfogadjuk, de a követeléseit, vagy a szeretettel járó feltételeket, azokat nem fogadjuk el. Tehát kialakul egy olyan fajta uh, uh, törés vonal, hogy a fiak felhatalmazzák magukat arra, hogy felülírják azokat a generációs tekintélyeket, amiket Isten rendelt föléjük. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon problémás pont lesz, ugyanis a világ ki fog nevelni egy szellemileg árva generációt. Amit ma már látunk nagyon erőteljesen a széttört családokban, ahol az apját már csak névről ismeri a gyerek, lehet, hogy soha életében nem is látta, vagy anyjával élt végig, vagy az apjával élt, és az anyját nem ismeri, vagy ahol eleve nem is kívánták a gyereket már születésékor. Ugye az abortusz is egyfajta nagyon komoly törés törésvonal ezen a ponton, amikor eleve az atyáknak a szíve, mindenki, aki, aki gyermeket vállal, vagy gyermeke lesz, az abban a pillanatban, hogy abortusz követel, abban a pillanatban az árvaságot megalapozza a családjába. A szellemi árvaságot. Mert elveti azt a generációs áldást, amit Isten ad. És ezért hogy nagyon ez a, ez a, ezek mind összefüggő folyamatok, és nem akarok most nagyon mély társadalmi pontokra menni, de fontos, hogy lássuk meg ezeket az időknek a jeleit. Az a pont, ahogy az abortusz bejön, egyébként Magyarországon volt egy időben a legmagasabb egész Európában az abortuszok száma, az a pont, ahogy a családok szétesnek, a házasságok 60%-a válással történik, tehát ez azt jelenti, csak hogy értsük, hogy nagyobb esélye van, hogy egy olyan családba születsz, ami szét fog törni, és szellemi árvaként fogsz felnőni, mint az, hogy egy egészséges családba, ahol nem biztos, hogy tökéletes apukád, anyukád szülei lesznek, de legalább vannak. De legalább vannak, és egybe vannak. és látjuk azt, hogy az ellenség nagyon szisztematikusan készíti elő azt a társadalmat, ami ponton alkalmatlanná válik arra, hogy fiakat nemzen. Ugye a fiak, gyermekek, ezek mindig szinonimában mozognak a Bibliában, tehát ez nem egy nemi megkülönböztetés, ez fontos. Hogy a válnak arra, hogy fiakat nemzenek, és az atyák azok nem csak a fizikai életnek az adói, hanem az atyák a szellemi életnek a továbbadói is. Ha a Bibliában elkezdünk egy kicsit az elején megnézni, az Isten hogyan nevelte ki az ő, nemzedét, az ő nemzetét, akkor azt látjuk, hogy a patriarkák, patriarkákon keresztül atyáról fiúra, majd a fiú atyává vált, és atyáról fiúra ment tovább az áldás. És az Isten minden, amit ő megszült, amit ő kijelentett, azt egy generációs vonulatban, egy generációs láncolatban tette meg. Sosem ilyen, ilyen egygenerációs, ö, ö, hatalmas történésekben gondolkozott az Isten. A te életedben is nagyon fontos, hogy megértsed, hogy ne abba gondolkozz csak, hogy a te életedben mit kell elvégezni az Istennek. Hogy a te életedben mi az, amit bocsánat, amit el kell az Isten végezzen, és ne csak abba gondolkozzál, hogy neked a te életed hogyan valósuljon meg, hogyan érvényesüljön a te elhívásod, hogyan érvényesüljön a te egzisztenciád, existen hanem arra fókuszálj, hogy te egy láncba vagy benne, ahol a te atyád, a te mennyei atyád, a te mennyei bele belehelyezett egy vonulatban, ahol neked most ebben a láncban egy szerepet kell betöltened. Ha a helyeden vagy, akkor a te fiaid is a helyeden lesznek, és ők is be fogják tölteni az ő szerepüket. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha te nem vagy a helyeden, akkor a mögötted lévő generációk is meg fognak csúszni. Én számtalan számtalanszor látunk ilyet, hogy amikor... Ö, Valamelyik generációban a szülők szétesnek, és mondjuk tönkre megy az életük, elválnak, és helyreállíthatatlanul szétmegy egy család, a következő generációk ugyanezt a vonulatot kezdik el tovább ismételni. Ugyanezt a, ugyanezt a folyamatot, és azt a szellemi örökséget, amit az atyák mondjuk negatív értelemben hagytak, az egyszerűen akarva, akaratlanul rászáll a gyerekekre. És ugye ilyenkor történik az, hogy elkezd, elkezdenek a, az a, a az állapot létrejönni, hogy láttál valamit az apádon, azt mondod, hogy na, én ilyen biztos, hogy nem akarok lenni. És mit csinálsz? Pontosan ugyanaz leszel. Pontosan ugyanaz fogod csinálni. Pontosan ugyanabba fogsz elesni, amit gyűlöltél, azt fogod megtenni majd a saját fiaiddal. Mert az atyai vonulatban minden, amit te vetsz, az öröklődni fog a te fiaidra. Szellemileg. Ezért az, Isten, az ördög ezt pontosan jól tudja, és az Istennek és az ördögnek is egy nagyon éles stratégiája van az utolsó időkre. Az ellenségnek az a stratégiája, hogy a generáció eleve egy átokban nőjön fel. Hogy a generációt leszakítsa a generációs láncolatról, leszakítsa mindenfajta ö, ö, generáció szellemi DNS-ről árvává tegye, és alapvetően determinálja a tulajdonképpen a romlásba, a törésbe, arra, hogy nem lesz sose egy alkalmas apa, nem lesz alkalmas férj, nem lesz alkalmas arra, hogy az életét tovább vigye olyan módon, amiben ki tud teljesedni, és ezt a keserűségét egy ponton majd tovább tudja önteni a gyerekre. És ezt látjuk, hogy Szodoma Gomoránál egyébként pontosan ez valósult meg, hogy árvá, árvaságban nőtt már fel egy egész generáció, akik már alapvetően egy teljesen torz identitással ö, 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 születtek meg, és azt látjuk, hogy, hogy, hogy Szodoma Gomorában kinevelődött egy teljesen korcs nemzedék. Mert ugye azok a fiak, akik nem hallgatnak az atyai intésre, és eleve nincs meg az atyai kapcsolatodás, azok korcsokká válnak. Azt mondja az Ige. Korcsokká válnak. Tehát... A keveredik a bennük, mind a szellemileg az az áldás, van, amit Isten akart indítani, az összekeveredik az ördögnek a dolgaival, és eleve úgy születnek, hogy tele vannak már sérülésekkel, amik még nem jönnek ki a szívükbe, még nem, nem úgy születnek meg, hogy már el vannak, nem tudom, bár, hogy már láthatóak mondjuk a sérülések rajtuk. De a szellemükben már ott van az elvetettség, a szellemükben már ott van az árvaság, a szellemükben már ott van a keserűség, a szellemükben már ott van az, hogy alkalmatlanak egy egészséges identitásban felnövekedni, akár már el van vetve a szellemükbe, már a, a, a születésüktől fogva homoszexuális és minden egyéb olyan, olyan identitás korcsulások, amit az Isten nem tervezett. Miért? Mert leváltak az atyákról és árvaságban nőttek fel. És az árvaság az nem más, mint kiszolgáltatottság. Az árvaság az nem más, mint az, hogy leszakadsz az Isten eredeti akaratáról, és kiszolgáltatva nősz fel. És ugye ez a legigazságtalanabb a folyamat, mert tehát egy gyerek születésékor mit tehet arról, hogy az ő szülei mit tettek? Az nem az ő cselekedete, hogy ő oda jutott. Az nem az ővé, hanem ő már azt kapta. De tudjátok, pont ugyanez a terve az Istennek az utolsó időkre. A helyreállításban. Hogy a te gyereked valami olyanba szülessen, ami nem az övé, hanem amit kapott. Egy olyan kegyelemben, ami már születésétől fogva az elhívását bele fogja plántálni a szívében. És azt fogod észrevenni, hogy már kis, nagyon kicsi korában már a dicsőítésre hajlamos lesz, hogy a dicsőítésre már felemeli a kezét. Ugye, Feri? Azt fogod észrevenni, hogy már kis gyerekkorától kezdve ott vannak benne már olyan töbletek, valami kegyelem megjelenik rajta, ami már nem a tied, ami nem a gyereké, ami abnormális egy gyerektől. Mert a generációs áldások már a DNS-ébe a születésétől fogva benne vannak. És ennek a kérdése meghatározza ma az, hogy te ma ki vagy, meghatározza az, hogy kik voltak a szüleid, és meghatározza az, hogy kik lesznek a gyerekeid. A kérdés az, hogy te ma hol vagy ebbe. A kérdés az, hogy te ma megérted-e, hogy ez a látás, ez milyen vonulat alapján megy végig a Bibliában, és tudsz-e helyesen, igeileg illeszkedni, és lesz majd néhány szabály, amit be kell tartanod, és nagyon fontos, hogy megértsél a fizikai, a földi, szellemi és a mennyei atyával kapcsolatos együttműködésben, amit muszáj, hogy beépíts az életedben, különben a korcsosulás a te életedben és a gyerekeid életében is meg fog jelenni. Ha ezeket viszont beépíted, akkor az utolsó időknek a proféciája majd meg fog valósulni, amire mindjárt tovább megyünk. Úgyhogy ez, ez utolsó mondat, és aztán megyünk a malakiási igére. Az utolsó időben a legnagyobb kérdés, az egyik legmeghatározóbb kérdés a te életedben az lesz, hogy szellemi fiúvá tudsz-e válni, akinek megvan az egészséges fizikai-atyai kapcsolódása, majd erről beszélek, hogy mi van akkor, ha egy olyan apaképed van, aki nincs megtérve, és nem feltétlen az, aki egyébként egészségesen tudna téged, vagy akivel egészséges kapcsolatot lehet létrehozni. Megvan az egészséges szellemi atya kapcsolódása, benne vagy a szellemi családba, és kapcsolódsz az atyákhoz, és megvan az egészséges atya-fiú kapcsolatod. Ez az, ami az utolsó időben a legmeghatározóbb lesz, hogy ez neked meg És az utolsó időben az egyik leg, erőteljesebb törés pont a generációkban azért lesz az, hogy ahogy a Biblia mondja, hogy az Antikrisztus egy pontig csak készíti, készíti, készíti elő a terepét, és aztán lesz egy pont, ahol ez nagyon fel fog gyorsulni, és pár év alatt olyan elképesztő változás fog a generációkban végbe menni, hogy egyszerűen teljesen démonizálódni fog a világ nagyon-nagyon rövid idő alatt. Ez azért lesz, mert lesz egy pont, ahol tudatosan az ellenség megtöri az atyafiúi kapcsolatot a családokban. Ugye ez már látszik, hát eleve most már olyan családmodelleket legalizálnak, ahol eleve nem is tud megtörténni a fizikai ö, atyaság. Ahol eleve olyan családmodellek jönnek létre, ahol eleve nem is tud már megtörténni ö, a, a, az atyaság bibliai módon. Egy olyan világban élünk, ahol eleve a házasságtól kezd elidegenedni a, a társadalom, és egyre inkább egy elkötelezésmentes, ilyen, ilyen élvezetcentrikus és ilyen ö, 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 öncentrikus kapcsolatokat gondolnak már el az emberek. Ezek mind-mind előkészítési folyamatok. De van egy pont, ahol egyszerűen felnő egy árva generáció, és az az árva generáció nagyon gyorsan át fog tudni menni minden, amit az utolsó időkre az Antikrisztus tervez. De ezért nagyon fontos a malakiás ége, és akkor térjünk rá, a malakiás négyöt. Az Isten nem hagyta ezt szó nélkül, hanem erre az időre ő is adott egy proféciát. És azt mondja a Malakiás 4 én pedig elküldöm hozzátok illés profétát, vagy más fordításban azt mondja, hogy illés szellemét, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Tehát meghatározta azonnal az időzítés, hogy ez az utolsó időkre vonatkozó profét, profécia. És az atyák szívét a fiakhoz téríti, a fiak vagy gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással lesújtsam a földet, amikor eljövök. Az atya azt mondja, hogy az utolsó idők, az egy helyreállítási idő lesz az egyházban. És én nagyon hiszem, hogy ez most zajlik. Én nagyon hiszem, hogy ez mond nagyon aktív az egyházban, nem csak magyarországi szinten, hanem az egész világ szintjén. Az én szüleimnek a generáció az nagyon sok esetben még üldöztetésben nőtt fel. Hogy a, a fölötte lévő szellemi atyák nemhogy nem támogatták, nemhogy nem... Hogy nem ö, Plántálták őket, és tolták még maguknál följebb, hanem üldözték őket, kritizálták őket, rugdosták őket, nem ismerték el, sarokba állították őket folyamatosan. Az én fölöttem lévő generáció, a szüleimnek a generációja még egy olyan egyházban nőtt fel, nagyon sok esetben, biztos, hogy természetesen lokális szinten biztos, hogy sok kivétel volt, de egyházi szinten, ezt elmondja a legtöbb atya, aki ma már atyaságban van, a szüleim generáció, vagy egy olyan egyházban nőtt fel, ahol a fiak azok elnyomottak voltak, ahol még az atyaság nem volt helyreállítva, hanem el volt, még, el volt törve, ez nagyon sok minden hozzájátszódik, ez hozzájátszódik a kommunizmus és sok minden más, ami társadalmilag nyomot hagyott a társadalmunkon. És, és náluk történt meg az a fordulat, hogy az atyaság elkezdte kijelentetni magát hogy elkezdte az atya kijelenteni ezt az igét, és az utolsó egyébként egy-két évtizedben nagyon-nagyon sokat hangzott el ez az ige, a malakiás ige, hogy az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz fordítja, mert most egy olyan próféta időben vagyunk, ahol az Isten az egyházát helyre akarja rakni. Egy ilyen, egy, nem megújulás, nem is tudom, mi a jó szó, egy ilyen, egy ilyen, ö, ö, csak hanguló jut eszembe valamire ez a szó, egy ilyen helyreállítási folyamatban akarja ö, ö, vinni az egyházat, ahol meggyógyítja az atyákat, meggyógyítja a fiakat, és helyreállítja a kapcsolatot kettőjük között. Most ennek az ideje van, és ezért nagyon fontos, hogy nektek erre teljesen tiszta látásotok kell legyen. És ugye azt mondja, Hát ebben az igében annyi kijelentés van, hogy nehéz is, hogy honnan kezdjem. Elsőnek is ö, meghatározza, hogy elküldöm hozzátok, úgy indítja el ö, ezt, a, ezt az egész sort, hogy elküldöm hozzátok illésnek a szellemét. Én nagyon gondolkoztam ezen, hogy, hogy miért ezzel indul egyébként általában ezt az igét mondják, akkor ez, ez a részt ezt még kihagyják, és utána kezdik el mondani hogy az atyák fiét a szíve, a atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz fordítják. És imádkoztam, hogy miért mondja ezt elküldje az illésnek a szellemét. És aztán, ahogy elkezdtem az illéstek a történetet olvasni, a Szent rámutatott, hogy illés volt az, aki elsőként szellemi atyává vált. Illés volt az, aki befogadott egy nem fizikai fiát, Elizeust és abszolút egy szellemi atyaságban részesítette, és végig vitt egy olyan fajta atyai-fiúi kapcsolatot, egészen addig, amíg el nem ment, és Elizeus, bevá... Elizeus átvette az illésnek a szerepét, sőt, majd beszélünk róla, hogy annál még többet is vett át, mert az atyának ez a, atyaságnak ez a része, amivel bemutatta azt, hogy az új szövetségben mit fog jelenteni az atyaság és a fiúság. Hiszem azt, hogy az Isten ma elkülde, elkülde az illésnek ezt a fajta atyai szellemét az egyházba, ami megtanít titeket arra, hogy hogyan váljatok emberi atyákból szellemi atyákká. Megtanít titeket arra, és erről majd két hét múlva a bővebben fog beszélni, hogy hogyan váljatok olyanokká, akik nem csak emberileg tudnak felnevelni akár fizikai, vagy akár később szellemi gyermekeket, hanem szellemileg el tudnak kezdeni felnevelni, felkarolni embereket. Szellemileg el tudnak kezdeni örökségükbe állítani embereket. És Illés volt az, aki bemutatta ezt, hogy egy olyan fiat, aki nem az ő fizikai fia, felkarolt és az ő szellemi fiává tett, egészen addig, amíg ő el nem távozott a földről, és utána Elizeus át tudta venni az ő, az ő helyét. Tehát ez az, ami most hiszem, hogy ki fog áradni az egyházban, és tesz működik is, hogy az illésnek a szelleme egyszerűen fel fogja kelteni a szellemi atyaságot a gyülekezetekbe. Amen. Amen. Ez egy nagyon fontos dolog, és menjünk egy kicsit jobban mindjárt belemegyünk, ez mit jelent? És ami egy ö, ö, fontos pont, hogy az atyák szívét fogja elsőnek a fiakhoz fordítani. És ezt most szülőként is egy kicsit értsed meg. Nem a gyerekedé, az a felelősség, hogy ő mindig mindent elmondjon neked. Nem a gyerekedé az a felelősség, hogy ő megtegye azokat a lépéseket elsőnek, ami miatt te tudsz az ő, az ő uh, szülője lenni. Hanem neked van egy olyan atyai felelősséged, neked kell megértened az atyaságnak azt a részét, amit Isten és maga a mennyei atya tanít, és amit egyébként bemutatott atya és Jézus az ő kapcsolatukban, azt az atyai szívet neked kell megérted és elsajátítanod, amivel le tudsz hajolni a fiak felé. Amivel helyesen tudsz lehajolni a fiak felé. Amiben egy olyan atyai szívvel tudsz lehajolni a fiak felé, amiben a fiak felszabadulnak, és nem menekülnek, nem titkolóznak, nem elbújnak előled. Ez az atyák felelőssége, nem a fiaké. Az atyák kezdeményeznek, a fiaknak viszont meg kell tanulni helyesen válaszolni rá. És ezeket a következő sorozat pontjaiban bővebben ki fogjuk fejteni, hogy ez egészen pontosan mit jelent. Viszont utána azt mondja, hogy az atyák szívét a fiakhoz terítve, a fiak szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsa a földet, amikor eljövök. Az utolsó időkben ahogy Isten elkezdte az egyházat egészen a patriarkáktól, aztán a kereszthalál után Jézuson túl generációról generációra vinni tovább az ő munkáját, az ellenség az utolsó időben, ahogy mondtam, teljesen töréspontot fog hozni a társadalomban, az atyák és a fiak felett. Ugye már egyébként most is hallunk ilyeneket, hogy Amerikában már a gyerek feljelenti a szülőt, mert valamit nem jó joggal tett. Elindultak már olyan, olyan abnormális folyamatok, amelyek mutatják azt, hogy kezd, kezd, kezdünk legalizálni egy olyan társadalmat, ahol a fiúkat illegális helyzetbe rakjuk. Ahol a fiakat kivonjuk a gyámság alól, és illegális helyzetbe rakjuk bele. Tehát ez a töréspont az utolsó időben teljesen kifogalakon, és az árvaság, a szellemi árva gyerekek, a szellemi árvaságban az antikrisztusnak a teljesen eldémonizálódó ereje fel fog szabadulni, és teljesen korcsá fogja tenni a nemzedéket. Ennek minden terhével, ennek minden nyomorával, ennek minden identitászavarával, és meg fogjuk látni azt, amit szodoma és gomorába lokálisan megvalósult, az világi szinten meg fog valósulni az utolsó időkben. Egy árva generációval, akik apátlanok, anyátlanok. Ha van is fizikai apjuk, sose volt igazi szellemi apjuk. És az ördög az ő születésüktől fogva ki fogja egyszerűen őket kérni, és a születésüktől fogja az ő identitásukat, az ő szellemüket olyan teher alá fogja rakni, amiben egyszerűen képtelenek lesznek egészségesen felnőni. Képtelenek lesznek egészségesen gondolkozni. És csak Jézus Krisztus lesz az, aki ezt helyre tudja állítani. Lesz egy olyan pont, ahol már emberileg erre nem lesz, már nem lesznek ilyen jó lobby tevékenységek, hogy ezt javítsuk. Már a társadalomnak a mi generációnkban és az alattunk lévő generációban most érződik egy olyan teher, amiben érződik, hogy egyre kevesebbek most már a lobby tevékenységek. Egyre kevesebbek az emberi szerveződések, amik elegek arra, hogy ez a, ez a, ez a fiúi generáció még egészséges tudjon lenni. De lesz egy pont, ahol már csak Jézus Krisztus tudja megtörni ezt az árvasági korcs vonalat, ami a generációban nevelődik ki. És azt mondja itt az ige, ez egy nagyon fontos dolog, és ezért nem mindegy, hogy te hogyan viszonyulsz a fizikai atyádhoz, ezért nem mindegy, hogy hozzám viszonyulsz a te szellemi, földi atyáidhoz, és ezért nem mindegy, hogy hogyan viszonyulsz a mennyi atyádhoz. De most az első kettő a legfontosabb, mert a mennyi atyához még könnyű jó viszonyulni, mert ő tökéletes. De se a földi szellemi atyáid, a fizikai atyáid, meg sokszor pláne nem tökéletesek. De ez nem mentesít a feléjük való viszonyulásodban. Tehát az, hogy hogyan viszonyulsz hozzájuk, ez határozza meg azt, hogy az utolsó időknek ez a fajta teljesen eldémonizálódásából ez fog téged kimenteni. És ez fogja a te gyerekeidet kimenteni. A te gyerekeidnek nem lesz része ebben, ne aggódj. A te gyerekeidnek nem lesz. Része abban az antikristusi kornak a nyomásában, amiben nagyon-nagyon sokan fel fognak nőni. De ennek az egyetlen biztosítéka az lesz, hogy beleállnak a helyes atyafiúi kapcsolódásba, Hogy megtanulnak kapcsolódni a fizikai apjukkal, a fizikai anyjukkal megtanulnak kapcsolódni a szellemi atyákkal, nem válnak olyan individuális, ö, ilyen, ilyen vadkecskévé, akik vezethetetlenek, akik nem hajlandók senkinek alávetni magukat, akik nem hajlandók senkinek ö, a, ö, a tanácsát megfogadni, hanem, hanem helyesen kapcsolódnak a szellemi atyákhoz, és helyesen kapcsolódnak a, a mennyi atyához. És ez az utolsó időben ez lesz az a védelem, ami le fogja választani a kornak ettől, a szellemi terhétől, a generációt. Amen. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hogyha te ezt megérted ma, és ha te ma így viszonyulsz a te atyáidhoz, így viszonyulsz a te fiaidhoz, szellemileg vagy fizikailag, akkor a kornak ez a terhe egyszerűen nem fog tudni megülni a te fiaidon, te magadon sem. Lehet, hogy fel fogsz ismerni dolgokat, ami a te életedet rövidítette meg, vagy rövidíti még meg, mert nem -e egy-két ponton nem jól viszonyulsz, és az atyák is a helyükön lesznek, és be fogják fedezni ezt a vonalat. Tehát ez a kérdés a védelemnek az első fő kérdése, és hogy egy kicsit tovább menjünk, ezek ugye az utolsó időkre vonatkoztató proféciák, de ez a vonulat és ez a gondolkozás az atyának ez nem az utolsó időkben vált nyilvánvalóvá. A tíz parancsolatot ezzel kezdi. Nem ez volt az első parancs, de azt hiszem a harmadik talán, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Az Efézus még hozzáteszi ugy ugyanaz, egyébként négy vagy öt helyen ezt újra ismétli a Biblia, minden négy, öt kardinális szakaszába a Bibliában, Tehát erről beszél Jézus is, erről beszélnek a proféták is, erről beszélnek a patriarkák is, tehát ez egy végigvonuló kijelentés. Tehát mit mond, tiszteld anyádat, apádat, kettő dolog fog ezen állni vagy bukni az élet, a hosszú élet a te életedben, és az, hogy jó dolgod legyen. Erről mindjárt fog egy kicsit beszélni. És utána pedig az 5 Mózes 27-16, majd Jézus is kiegészíti, azt mondja, hogy átkozott az, aki gyalázza apját vagy anyját. Jézus hozzáteszi, és halállal bűnhődjék. Azért ez nagyon súlyos, nem? Tehát azt látjuk, hogy az apa-anyai hozzáállás és az atyákhoz való hozzáállás, az vagy a hosszú életedet fogja bebetonozni, és nem csak a hosszú életed, nem csak az életedet, hanem az, hogy neked jó dolgod legyen alapvetően a Földön, vagy ennek egy elhibázott verziója átkott von a te életedre valamely területén, vagy akár az egészén, és azt mondja Jézus még hozzáteszi, hogy az ilyen halállal bűnhödjék. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon drasztikus elválasztó pont van ezen a, ezen a részen, hogy hogyan kapcsolódsz az atyákhoz. És amit ezen a ponton meg kell érteni, hogy az atya minden esetben a generációs vonulatokat védi. Az Isten minden munkáját, a patriarkáktól a kereszten át a mai napig, generációs folyamatokban végzi el. Te ma azért tudtál megtérni, vagy nem ma valamelyik, nem ma, de az életed valamely pontján, azért tudtál megtérni, mert belekerültél egy generációs vonulatban, ami egészen Ábrahámtól indult el. Amit Jézus vitt át az új szövetségibe, ő öntött át az ő kegyelmével, onnantól fogva be van mindenki befogadható ebbe a generációba, és az a kegyelem az, ami téged megragadott, amikor te megtértél. És az a kegyelem, ami működteti az Istennel való kapcsolatodat a mai napig, az atyával való kapcsolatodat. És ezért az, hogy te, amikor te helytelenül viszonyulsz az atyákhoz, akár a fizikai atyáidhoz, mert akarva akaratlanul az apádat és az anyukádat, belevonta az atya az életadás folyamatába. Ez a legnagyobb felelősség, amit az embernek adhatott. Az első embert nem. Az első embert ő teremtette meg, a másodikat is, és utána belevonta és átruházta az életadás folyamatát neked. Ezért te akarva, akaratlanul benne vagy a fizikai apa is, a fizikai anya is az atyaság fogalmában, a szellemi atyák és a mennyei atya is. Amikor te helytelenül viszonyulsz, és mindjárt egy kicsit megnézzük a 1 Mózes 9-20 alapján, hogy mi, mi, mi a legalapvetőbb helytelenül viszonyulás, akkor te kiállsz tulajdonképpen, Abból a generációs folyamból, amin keresztül Jézus Krisztus az életet közvetíti neked emberileg, szellemileg, fizikailag, minden szinten. Így érted már, hogy miért ennyire drasztikus ez a kijelentés? Amikor te nem jól viszonyulsz a szüleidhez, amikor te nem jól viszonyulsz a gyülekezetben lévő atyáidhoz, vagy azon kívül lévő szellemi atyáidhoz. Amikor te nem jól viszonyulsz a mennyei atyához, de ugye itt a, ez a, ez a leg, talán ez a legkönnyebb, mert ő tökéletes, az előző kettő nem, akkor te elutasítod ezt a generációs folyamatot. És az élet, amiből az élet fakad, amiből az élet jön át, amiből az áldás jön át, amiből a kegyelem jön generációs vonulat, abból te kiálltál. Ez az, amivel ilyen drasztikus súlyt rakott rá Jézus. Mert ha kiállsz az élet folyamából, akkor a halálnak a folyamata indul el az életedben. És -e, ezen a ponton, amikor e imádkoztam, egy nagyon érdekes dolgot mutatott az Isten, hogy a depresszió az egyik legfőbb jele annak, amikor nincsen helyén a szülőkkel való kapcsolatod. A depresszió, ami ma egy korbetegség, ami ma egy társadalmi betegség, amire nincs elég pszichológiai garnitúra, hogy kezeljék azt a rengeteg embert, aki ma depresszióval küzd, az, annak az eredménye, hogy az atyákkal, valahol az atyai szinten megtört a kapcsolódásának az embernek, és kiállt az életnek a folyamából. És ehhez még csak kereszténynek se kell lenned. És miről szól a depresszió? Hogy nincs életkedved. Hogy elmegy a szellemedből az élet. Az élet az nem egy olyan dolog, amit te kívánsz, vagy nem kívánsz, ha most jól megy, akkor én most nagyon akarok élni, most rosszul megy, akkor nem akarok élni. Ezek érzelmek, de az, hogy te harcolsz, hogy te mész előre, hogy te felkelsz minden nap, az nagyon fontos, hogy tudod, hogy az a szellemedben van szólva az élet. Onnantól, hogy te megszülettél, az atya a szellemedbe szólta az életet, és te ezért tudsz küzdeni. Te ezért tudsz harcolni az életedért. Te ezért tudsz élet erővel rendelkezni, mert bele van szólva a szellemedbe az élet. És amikor te kiállsz a generációs folyamatból, és ugye ami a társadalmunkban történik, hogy ez a törésvonal ez egyre nagyobb szakadékot hoz létre az atyák és a fiak között, hát akkor mi jön be? Elmegy az életerő. Az életnek a folyama ból kiállnak az emberek. És mi marad? Az élettelenség. Ezt úgy hívják, hogy depresszió. Ezt úgy hívják, hogy elmegy az erőd attól, hogy harcolj magadért. Elmegy a motivációd attól, hogy tegyél dolgokat a jövődért. Elmegy a motivációd attól, hogy harcolj a családodért, harcolj bármiért, és úgy vagy vele, hogy egy jön rád, ami azt kell, hogy mondjam, hogy ez a halálnak az előszobája, ez a közöny mert az Isten a szellemedbe életet szólt. Amikor megteremtette az édenkertet, akkor egy olyan pesgés volt az édenkertbe, mert ott még tiszta, tökéletes élet volt. Egy olyan pesgés volt, amiben az ember egyszerűen felüdült, mert az élettel egy pesgés jár, az élettel ölöm, öröm jár, az élettel ott vannak azok, a, azok az erőforrások, amivel neked megvan az erőd a harcra, neked megvan az erőd a várakozásra, megvan az erőd ember feletti teljesítményekre, megvan az erőd arra, hogy tervez, hogy a jövődet elképzeld, hogy remény. Az élet. Te járó egyik legfontosabb adomány, hogy tudsz remélni. Ez egy olyan, ez egy olyan erőforrásod, ami ne gondolod, hogy átlagos, ami ne gondolod, hogy hétköznapi. Ez a legszellemi erőforrás, hogy tudsz remélni, miért? Hát ma egy a világban élünk. Ki az, aki valami olyat remél, amit nem lát, és amiről semmi meggyőződése nincs, meggyőződése nincs hogy meg fog valósulni? Ha te benne vagy egy betegségbe, és most a kereszténységet egy kicsit még félre rakva, hogy van hited, meg kielentésed, és te reméled, és egy világi ember is tudja remélni, hogy meg fog gyógyulni, mi alapján nem gyógyult meg? Hát azért, mert ez az élettel járó adomány, amelyből, hogy neked megvan az élet fenntartási erőforrása, mint mondjuk a remény. És amikor benne vagy az acsai generációs vonulatba, helyesen, akkor ezek tele van a szíved ezekkel. Nem biztos, hogy minden egyszerű az életedbe. Lehet, hogy vannak kutya kemény harcaid, de benned van reménység, benned van hit, van benned egy erő arra, hogy aki az igaz eleség hétszer is feláll, és nyolcadjára is megy tovább. Ez az, ez az életnek az ereje benned, ami a szellemedben van, ami tud működni a generációs vonulatokba. Amikor te kiállsz -e felől, akkor ez fogy el elsőként a remény, az erő, hogy küzdjél, hogy tegyél dolgokat. És ez, ez annak a generációnak és az én generációnak az egyik legnagyobb átka, ami a társadalmat nehezíti. És ez amiatt van, mert megtört az atyafiúságnak a kapcsolata nagyon, nagyon sok helyen. És ha esetleg küzdesz depresszióval, akkor vizsgáld meg alaposan, hogy teljesen helyén van-e ezek a kapcsolataid hogy minden le van -e rendezve ezekbe a kapcsolatokba. A te fizikai apáddal, a szellemi atyákkal és a mennyei atyáddal. Vizsgáld meg, mert valamiért az életnek a folyama nem érkezik be eléggé a te életedbe. Annak csak, a generá annak csak generációs ö, 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 fala lehet ennek. Ezért vizsgáld meg. És ezért mondja azt, hogy aki gyalázza az apját vagy az anyját, és nem tesz zárójeles kitételt, nem említi meg, hogy jó abban az esetben nem, hogyha az apád vert. Jó abban az esetben nem, hogyha az apád ilyen vagy olyan dolgot csinált meg. Mondok, megbotránkoztatót. Abban az esetben, hogyha az apád megerőszakolt. Nem tesz kivételt. Semmilyen apa esetében nem tesz kivételt. Tudod miért? Mert ha egyetlen egy okod maradt már csak, hogy az apádat tisztelt, akkor az az, hogy életed adott neked. És ezt parancsba írja az, az, az ige. És te magad miatt nem teheted meg, hogy gyalázod az apádat. És gyalázod a szüleidet. Te magad miatt nem teheted meg. Mert ha ezt megteszed, nem tisztítod le a szívedet a te atyáddal, a te anyáddal kapcsolatban, akkor az élet elkezd kisodródni belőled és a te szellemedből. És Jézus erre mondja azt, hogy átkozott. Mert kívül esni az élet folyamából az maga az átkozottság. Az maga az átkozottság. Ez egy nagyon kemény üzenet, tudom, de nagyon fontos, hogy tisztán lássad ezt. És azért akarok ilyen drasztikusan fogalmazni, mert nem mindegy ez a téma. Nem mindegy ez a téma. És ma egy olyan társadalomban vagyunk, ami nagyon erőteljesen egy olyan fajta jogiságot akar rádruházni, hogyha bárhol sértik a jogotat, akkor te abban a pillanatban álljál hátra, és zárjad le a kapcsolataidat. Jelentsed fel a szüleidet, jelentsed fel a nem tudom, kidet, bárkidet, és álljál ki ebből. Az a baj, hogy ezzel csak te fogsz rosszul járni. Nem azért, mert az apád megérdemli azt, hogy te felé tisztelet teljes legyen. Nem. Lehet, hogy sok esetben abszolút nem érdemli meg vagy ez a gyalázást érdemelne meg, hanem azért, mert te elismered az Úrnak a kegyelmét, elismered azt, hogy ő ezen keresztül dolgozik, akár a leggyarlóbb embereken keresztül is tud neked életet adni, sőt, bővölködő életet, sőt, hosszú életet, ha tiszteled, és emiatt adod meg azt a tiszteletet neki. És amikor ezt megteszed hitből, tudod, mit fogsz tapasztalni? Hogy azon az atyai hullámon keresztül, amin keresztül te mondjuk rosszat kaptál, amin keresztül te mondjuk Ö, ö, sérüléseket kaptál, amin keresztül te, te bizonyos, ö, nem tudom, ö, traumákat kaptál, ha te ennek ellenére engedelmeskedni tudsz az igének, és helyesen viszonyulni az atyához, mi fog történni? Ezen az, az apukádnak, aki lehet, hogy teljesen hitetlen, az is lehet, hogy már nem is él, a szellemi vonalán keresztül az Isten téged meg fog áldani az Isten téged kárpotolni fog. Az Isten téged helyre fog állítani. És az Isten igazságot fog tenni minden olyan dologért, amit elvett tőled az édesapád, vagy elvett tőled az édesanyád. Akkor, ha nem állsz ki ebből a szellemi generációs vonulatból. Akkor, ha engedelmeskedsz a Bibliának, és tisztelni fogod. Akkor is, ha. És azt majd te befejezed. Tisztelni fogod, akkor is, ha. És addig, amíg ezt nem teszed meg, addig, amíg nem tisztítod le a kapcsolatodat, egész életedet eltöltheted azzal, hogy panaszkodsz rá. Egész életedet eltöltheted azzal, hogy szidod őt. Hogy próbálsz a, megvonod a figyelmet róla, megvonod a szeretetedet tőle, ö, folyamatosan bosszúval vagy ö, körülötte, De ki fogsz esni ebből a kegyelmi á folyamatból. És át fogsz esni az átkozott kategóriába. És az élet az életnek a folyama az életed területein elkezd elapadni. Lehet, hogy épp az élet adásban elkezd elakadni az életnek a folyama. Viszont, amikor te ezt megérted, és egyébként én már sok ilyet láttam, hogy olyan emberek, akik az életük valamely területe egy komoly elnyomás alatt volt, akár anyagi, akár gyereknemzési, akár ö, családi, bármely területen azt érezte, hogy egyszerűen nincsen, valami megvan kötve és nem működik. Amikor helyreállította, akkor az Isten egyszerűen kiárat azokra a területekre is, és elkezdte megáldani. Azon a gyarló apán keresztül. Nem lehet, hogy nem közvetlenül rajta keresztül, de szellemileg azon keresztül tudott átjönni. Mert az Isten őt rendelte el életadónak a te életedben és őt fogja használni, az ő szellemi csatornáján keresztül fog téged helyreállítani és megáldani. Legalábbis része lesz benne. És érdekes ez egy fantasztikus dolog. Mert a kárpótlás, az Isten igazsága elképesztő módon meg tud valósulni, amikor helyesen viszonyulsz már. És itt megyünk az utolsó igerészhez. És még két gyors dolgot szeretnék kiemelni, mert nagyon elszaladt az idő. Egy Mózes 9.20, egy nagyon érdekes történet Noéval, egy kicsit megbotránkoztató történet. Hát Noé berugott csúnyán, ugye ez a történetnek a része. Noé földművelő kezde lenni, és szőlőt tültete. Innen indul a történet. És utána azt olvassuk, hogy Noé iszik a borból, és megrészekedik, és mesztelen vala sátra közepén. Nem volt már időm átfordítani a jó kis Károliból, úgyhogy most valázunk. Kán pedig a Kánának ö, atya meglátta az ő mezítelenségét, és hírül adá a kint lévő két testvérének. Amikor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mind a ketten vállukra veték, és háttal menve takarják be az atyuk mezítelenségét. És arca hátra meg sem látták ö, atyuk mezítelenségét. Hogy felserkeni Noé mámorából, és megtudá, amit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala, mondá átkozott vagy Kánaán, szolgák szolgája legyen a, 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 a atyafiai közt. Azután mondja, áldott az Úr Sémnek Istene, néki legyen szolgája Kánaán. Terjessze ki Isten jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban, lé, légyen néki szolgája a Kánaán. Egy nagyon érdekes dolog. Egy olyan sztoriból nő ki egy egész generációt és aztán egy egész törzset, nemzetet meghatározó áldás, és egy egész generációt és egy egész törzset, nemzetet meghatározó átok egy nagyon kínos, nagyon kellemetlen bűnbeesésből. Ugye Noé megrészekedik, nem tudjuk miért, megmezítenedik, ott van a sátorba, és két reakció van a fiaktól. Az egyik ránéz, elkezdi szétkürtölni, és meggyalázza az apját. Pedig gáz, amit csinált? Gáz. Jogos az, hogy ő kiakat rá? Lehet, hogy, lehet, hogy Kánának, vagy itt még csak Kánnak hívják talán, nem, nem már Kánának, Kárnának ebben a helyzetben lehet, hogy teljesen megtört az apakép. Azt mondta, hogy hát én tudtalak tisztelni addig, amíg építetted a bárkát, addig, amíg csináltad a dolgodat Isten szerint, de most én már nem tudlak téged tisztelni. Jogosnak érezhette az, hogy ő ezt elkürtölte, hogy hát ez lett a mi apánkból. És ott van Sém meg Jaffet, aki mit csinál? Nem szól semmit, csönben marad. Azt mondja, hogy magukra vették a terítőt, és úgy vitték hogy még csak nem is néztek oda. Tehát ez egy nagyon komoly tisztelet, hogy lefedik, befedik azonnal a gyarlóságát. És még csak oda se néztek. És Noé, amikor felébredt, akkor ez a, ez a reakció, ez a fiaknak ez a két reakciója van, az egyik átkodszült a másik áldászült. Sém és Jáfet egy elképesztően megerősödő törzs is lett Izraelben, ami után nagyon erős lett, és az Isten áldása ott volt rajta. Miért? Mert nem csak akkor fedezte be az apját, amikor jót tett, amikor megmentette az egész családot az üzönvézelől, hanem akkor is befedezte, amikor, amikor gyalázatba esett amikor bűnbe esett, amikor elbukott. És ők ezt bölcsen, ezt ők egy szeretettel teljes atyai szívvel nem rágalmazva tették meg, hanem befedezték, és az Isten azonnal megáldotta őket. Kán, Kánaán pedig meggyalázta az apját. Jogosan? Jogosan. De volt hozzá igazsága Isten előtt? Nem volt. Nem volt és átok lett az ő, 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 ő jutalma. És utána Sém és Jáfet leuralt a Kánát, és Kánán szolgája lett ö, Jáfetnek és Sémnek. Ennyire volt drasztikus az, hogy hogyan viszonyult az atyákhoz. Dávid ugyanezt sejtette meg, amikor Saulnak, Sault nem merte megölni, pedig háromszor lehetősége lett volna, mert tudta az, hogy bármi van, ő az előjáró. Bármi van, ő van jelenleg atyai szerepbe és lehet, hogy már eltért az úrtól, lehet, hogy már semmi jó nincs benne, ki vagyok én, hogy kezet, emeljek rá. És az, aki megölte Sault, és büszkén jött ott Dávidhoz, azonnal halálbüntetés kapott. Azt hitte, hogy meg fogja dicsérni Dávid, hogy ah, te jó, végre, milyen lesz a trón. Nem, azt mondta, hogy hogy mertél kezet emelni. Hogy mertél kezet emelni egy atyára, ahonnan az életnek a folyama jön a te életedbe áldás vagy átok? Ez van a te atyai kapcsolataidnak a kérdésében. Áldás vagy átok? És látjuk, illésnél a helyes atyaságnak a vonulatát, hogy egy kicsikét kellemesebb zárszóval zárjam, illésnél láttuk utána a helyes atyai vonulatot Elizeussal. Illés kiválasztotta Elizeust, magához hívta, ugye egy egészen hétköznapi helyzetben ez teljesen szellemi volt, majd amikor a fiak meg az atyákhoz érünk, ezt ki fogjuk ezeket jobban mondani, hogy hogyan történik a, a szellemi, hogyan fogadunk be szellemi fiakat. Végig nevelte, ugye Elizeus ragaszkodott végig illéshez. Hűséges volt, átment a hűségnek a próbáján, átment az elköteleződés próbáján, engedelmes volt, és a végén ragaszkodott hozzá, akkor is, amikor illés már el akart menni, és ott akarta hagyni. Egyébként nem akarta ott hagyni a végén, csak megnézte, hogy elég hűséges-e hozzá. És ugye illés utána eltávozik elveszi, elragadja őt az Isten. Ugye a második elragadtatás, amiről tudunk a Bibliában, az első Énok volt. Ő volt a második, akit az Isten nem várta meg, hogy meghaljon, hanem elragadta Elizeus szeme láttára. És, Elizeus végig ott volt, mint fiú, mint szellemi fiú illés mögött. És tudjátok, minden, addig ő egy nóném no tanítvány volt. Addig mindenki is illést ismerte, mindenki is illést tisztelte. Az egész országban olyan tisztelete volt illése, mert tudták azt, hogyha ez az ember valamit kimond, az úgy lesz, tök mindegy, hogy ki milyen sereg jön ellenünk, tök mindegy, hogy 300 bálproféta van a hegyen, ha ez az ember az Isten kenetével megmozdul, akkor ott megváltozik minden. És Eliza csak követte fiúként. Helyesen. Átment a fiúságnak a próbáin, amiről majd én fogok tanítani később. Mik a fiúságnak a próbái? És amikor Illés elment, az egész generációs örökségnek a dupláját megkapta Elizeus. Nem csak azt, ami Illésnek volt, hanem mit mondott Elizeus? A kenetetből én dupla annyit akarok. Mondta Illés, hogy nem kicsit kérsz, az igen sok, de utána elment, és abban a pillanatban Elizeus megkapta Illés kenetének a dupláját, Azonnal ketté választotta a vizet a palástal, Illésnek leesett paláscsával ott. Azonnal ketté nyílt. Hirtelen a tanítványok, akik ott voltak a másik oldalt, 50 proféta tanítvány, azonnal letérdeltek, és tudták, hogy te vagy Illés a tanítványa. És utána Elizeuson keresztül olyan csodák történtek, hogy háborúkat nyert meg Izrael, mert Elizeus ott volt a résen, és profétált. Olyan kenete volt, hogy Izraelnek egész nemzetét megvédte helyzetekben. Tudod, amikor te helyesen mozogsz az atyaság és a fiúság kapcsolatában, akkor tudjad azt, hogy az az örökség, amit felhalmoztak jó örökségek, a te atyáid szellemileg, és amit felhalmoztak a te fizikai atyáid szellemileg jó örökséget, mindenkiben vannak jó örökségek, még a legrosszabb apában, anyában is, azok a tieid lesznek egy megerősödött, egy felemelt, egy magasabb módon automatikusan át fognak jönni a te életedre. Tudtad azt, hogy amikor te el vagy köteleződve egy gyülekezet felé, ezt nagyon sokan még nem értik, amikor erről magyarázok, hogy köteleződj el. Amikor te el vagy köteleződve a gyülekezet felé, az a kenet, amit a gyülekezet kapott, ahogy te elköteleződsz, és ahogy te ott vagy benne, és fiúvá válsz, nem egy idegenként jössz, mész, és hátatartod a kezedet, ha esetleg egy kicsit valamiért számon kérnek, hanem fiúvá válsz meg tudsz kapcsolódni a földi, a szellemi atyákhoz is, akkor te részesülni fogsz automatikusan minden áldásából a gyülekezetnek. Ez annyira valóságos, hogy ha a gyülekezet előre megy, a te életed is előre fog menni. Ha a gyülekezet szintet lép, a te életedben is szintlépések fognak jönni. Mert része vagy egy olyan szellemi folyamatnak, amiben az atyaság miatt birtokolni fogod mindazt, amit az a gyülekezet birtokol. Csak a te életedre lebontva. És én nálam, ugye ezt a gyülekezetet az Omega Budapest az anya gyülekezete, és ők azok, akik engem is nagyon sokat mentoráltak, segítettek, nyilván az édesapám is, de nem csak az édesapám, hanem ott az egész presbitérium rengeteget segített és rengeteget vetett ebbe a gyülekezetbe, hogy ez ma itt legyen. És észrevettem, én tudtam, hogy én őket acsai szerepként láttam, és tudtam, hogy én mindig figyeltem, meg is beszéltem a fő dolgokat velük, és egyeztettem, és többször volt, hogy meg is fettek dolgok miatt, és elfogadtam. És észrevettem az előző fél-egy év után, hogy ami az Omega Budapest gyülekezetben zajlottak események, pont egy kis késletetéssel ugyanazok zajlottak le itt Miskolcon. Amikor egy szintlépés jött, és elindultak megtérői hullámok, akkor itt Miskolc ugyanezeket tapasztaltam. Most semmiből jöttek be emberek, és meg akartak térni. Amikor ez megakadt, és elindult egy építkezés, és elkezdett kicsit megerősödni, stabilizálódni, az egységnek az ideje volt, hogy képüljön, azt vettem észre, hogy ugyanezt történik szellemileg ugyanitt. Lekövette, mert szellemileg örökösévé vált a gyülekezet annak, amit atyai fiúk mi módon elfogadott az atyaságtól. Tudod, ez ennyire valóságos. Ez ennyire valóságos ne legyél szellemileg árva. Ne legyél szellemileg árva apáddal, a szüleiddel kapcsolatban sem. Ha van rendezni valód vele, akkor tisztíts ki a szívedet. Ha van bocsánat kérésre valód, akár csak azért, mert az ő rossz cselekedetei miatt te tiszteletlen voltál vele, akkor ne teljen úgy a következő hét, hogy nem ülsz le vele és nem kérsz érte bocsánatot add meg neki a tiszteletet, ami neki jár. Ha már csak azért, ha nincs semmiért, amiért tisztelhetnéd emberi, csak azért, mert őtől lejött az élet, akkor add meg neki. Ugyanígy az anyukádnak is. Tisztízd a szívedet, mert ugye az atyák szíve fordul, nem csak a feje. A szívedet tisztítsad ki a te földi apáddal, anyáddal kapcsolatban. Ugyanígy a te szellemi atyáiddal kapcsolatban és az életedben. És ugyanígy a mennyei atyáddal. És akkor örökössé válsz. Akkor a kenetnek, az örökségnek, az áldásnak, a dupla mértéke fog az életedben megjelenni. Ámen! Az Omega Hálózat Egyesület 2005-ben létrejött pünkösdi karizmatikus hátterű egyház. Célunk a biblia tanításának és az örömhír üzenetének minél szélesebb körű hirdetése, továbbadása a mai, posztmodern kor embere számára. Gyülekezeteink és misszióink arra törekednek, hogy minden korosztályt elérjenek. Szellemi, lelki és gyakorlati segítséget adjanak a hozzánk fordulók, rászorulók számára.